Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Konzolmajom első videója, ami gyakorlatilag arról fog szólni, hogy szeretném bemutatni, hogy a csatornán milyen videótartalmak lesznek majd a későbbiek folyamán, és arról is szeretnék beszélni, hogy a csatorna lényegi tartalma miről is szól, de nem is húznám tovább a szót, egyszerűen vágjunk bele! Tehát, miről is volna szó? A csatorna gyakorlatilag terveim szerint, mert ugye a tervek változhatnak közben, ez majd ugye az idő múlásával kiderül, hogy működik ez az ötlet, vagy nem. Én ezt a csatornát gyűjtői csatornának szeretném apostrofálni, azaz, hogy olyan játékokat, játékkonzolokat szeretnék bemutatni, amik gyakorlatilag egy gyűjtemény részét fogják képezni, ami konkrétan a saját gyűjteményemből van szó. Igaz, hogy teljesen nulláról kezdem az egészet, és be is fogom mutatni, hogy mit, hogyan és hol szerzek be. Adásvételes dolgok is lesznek, meg játék bemutatók is lesznek, de nem úgy fogok egy játékot bemutatni, hogy gyakorlatilag, hogy is mondjam ezt, inkább külcsínre, hogy milyen állapotú egy-két darab, amit beszereztem, megvan-e minden része, éppen díszdobozos-e az a kiadás, vagy sem, vagy ritkaságnak számít, vagy sem, vagy éppen drága játék, vagy sem, vagy akkoriban felkapott játék, vagy sem, vagy a későbbiek folyamán lett belőle gyűjtő kedvence. Próbálok olyan darabokat is beszerezni, amik itthon esetleg nem kaphatóak, vagy éppen csak nagyon ritkák, és ugye erre szeretném építeni a csatornát. Szóval elsősorban a gyűjtésről szólna. De ez mellé szeretném belevenni a konzolos dolgokat is. Azaz, hogy szeretnék olyan konzolokat bemutatni, amik esetleg nem kaphatóak. Azaz, hogy gyakorlatilag vagy valamilyen híres konzolnak a klónja, vagy éppen olyan verzió, ami Magyarországon nem jelent meg, vagy esetleg teljesen nem is ismert magyar berkeken belül, hozzáteszem magyar berkeken belül, és gyakorlatilag konzolos történelem lenne a tematika. Ugye szeretnék minél előbb beszerezni Super Nintendo-t, egy Sega Mega Drive-ot, egy Sega Saturn-t esetleg, vagy egy Sega Dreamcast-et, de hát ugye ezeknek a dolgoknak anyagi vonzatai vannak, de rajta vagyok a témán, és próbálom minél előbb beszerezni a dolgokat. Ugye szeretnék a retroval is foglalkozni, nem csak a retro játékokkal, hanem a retro gépekkel is. Amint hallatszódott, szeretnék ugye Super Nintendo-t, a Nintendo-t vásárolni. Ez mellett ugye nagyon nagy piaca volt nálunk a Famicom klónoknak, és ugye ebből is már ugye az előző csatorna néven csináltam videót, de ezeket szeretném konkrétan jó minőségben felvenni, újra dolgozni, és persze már az adott technikai körülmények között áthozni ide újra, de nem tudom, hogy mekkora közönség lesz a dolognak, de újra megpróbálom, mert ugye az előzőeket is elég jól fogadták, akkor gyakorlatilag ugye a konzolos történelem, a használt játékok, a gyűjtés, az egyedi játékok, a Magyarországon nem kapható játékok, itt értem, hogy a japán kiadások, vagy a japán
verziójú, mert ugye lehet, hogy éppen be fogok mutatni olyan játékot, ami európai verzióban megvan, de beszerzek egy pár japán borítós játékot is, és mindemellett ugye szeretném ezt úgy építeni, hogy ezt így nyomon követitek itt a csatornán. Mi az, amire még lehet számítani? Gondolkodtam esetleg olyanon, hogy módolt konzolok és a módolt konzolok bemutatása, de nem tudom, hogy erre mekkora igény lenne, mert tudom nagyon jól, hogy jó pár konzolt idehaza ezek a módok vágtak tönkre, de ugye ezt is belevenném a dologba, hogy egy-két módolt konzolt azért szeretnék bemutatni, meg hogy hogyan lehet módosítani itt a dolgokat. Aztán ugye érkeztek ezek a újra gondolt és újra kiadott ugye mini konzolok, ezekből is szeretnék egy pár beszerezni, bemutatni, akkor olyan szinten pimpelgetni, hogy amíg értelmét látom, szóval nagyon szétberelni nem, és többfajta dolgot egyszerre így felgöngyölíteni a csatornán keresztül. Ezek így nagy vonalakban elmondott tervek, de legalább van valamiféle irány, amit szeretnék konkrétan belevenni, akkor arra 100%-osan ki fogok térni, ez már így a fejemben is megfogalmazódott, hogy anima témájú játékokat is feldolgoznék, vagy éppen olyan japán cult gémeket, amiket Magyarországon nem igazán kedvelnek. Például ezek a randi szimulátorok és szerelem szimulátorok. Ezeken is gondolkodtam, de hát én majd meglátom, hogy milyen verziókat tudok belőlük beszerezni, meg hogyan boldogulok velük. Akkor ugye az élőzés is hogy mondjam, az élőzést is szeretném ezt úgy átgondolni, hogy amikor élőben jelentkezem be hozzátok, akkor az valami általános nyereményjáték berkeim belül szeretném ezt megtenni. De hát ugye ez a csatorna fejlettségétől fog függeni. Az biztos, hogy PlayStation játékokra számíthatok, mert ugye van egy pár darabom, PS2 játékokra 100%-os számíthatok, abból egy jó pár darabom van. Akkor szeretnék még ugye Dreamcast-et, szeretnék Xboxot, Xbox klasszikot, és ugye szépen építgetni a csatornát, belevenni esetleg névvel vagy név nélkül az olyan dolgokat, amikor beszerzek valakit valamitől, és ha ő vállalja azt, hogy a videóban szerepeljen a neve, hogy tőle szereztem, de ezt szerintem nem igazán fogom erőltetni, csak azt, hogy szereztem, és akkor itt fogom előtte kibontani, szóval egy kis unboxingot is tenni a dolgokba. És kb. Ennyi volna a nagyobb tematika, viszont érdekességeket mindenféleképpen hozni fogok, és bele fogok menni olyan témákba is, ami csak érintőleges ezzel a konzolos világgal, viszont hozzá tartozik. Például bizonyos kultusz dolgok Japánban, vagy esetleg Amerikában, amit kinti gamerek csinálnak, vagy éppen olyan rendezvények, amire ellátogatnak. Ha már annyira sikerül fejlődni, hogy én is rendezvényekre mehessek ilyen tartalmakkal, akkor ilyen dolgokról is szeretnék beszámolni, de ez már nagyon a távlati olyan szintű jövő, ami akkor fog megadatni, ha persze jól csinálom ezt a csatornát, és követni fogtok, de azon leszek, hogy jól csináljam. Úgyhogy a csatorna elsődleges szempontja a gyűjtés, amiben beleveszik a konzolos történelmet, honnan beleveszik az egyedi játékokat és kiadásokat, és ez mellé még hozzá csapódik az egyéb konzolos dolgok. Hála Istennek van téma, már csak jól kell feldolgozni, és így fogom zárni az első videót, hogy ezt így elmondom.
addig is mindenki tartson ki, legyetek jók, sziasztok, iratkozzatok fel a csatornára, ha már találsz magadnak olyan tartalmat, amivel szimpatizálsz, és mindenféleképpen, ha tetszik a videó, akkor lájkoljátok. De addig is kitartást, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Konzolmajom csatornán. A csatorna első videóját látjuk, tematikával fogok dolgozni, ami közben persze változhat, de ez attól függ, hogy ti milyen igényt tartotok erre, és milyen igényt tart rá a személyiségem. Sziasztok! Mutassam nektek ez a csatorna mit, milyen módszerrel is hogyan csinál. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Konzolmajom első videója, ami gyakorlatilag arról fog szólni, hogy bemutatom a csatornát, hogy miről is fog szólni. Sziasztok! Miért lenne, ha egyszerűbben mondanád fel? Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Konzolmajom első, mondhatni, csatorna adása. Sziasztok! Üdvözlök itt mindenkit! Üdvözlök mindenkit itt a csatornán! Na szépen! Sziasztok!